Színes zászlók jelzik Topolya központjában, hogy a toleranciát hirdető tábor újra megnyitotta kapuit. Szerdán este telt meg fiatalokkal a mezőgazdasági középiskola udvara Topolyán. Már a hivatalos megnyitó előtt csoportokban ismerkedtek a résztvevők. Album je prvi put, sviđa mi se atmosfera, sviđa mi se ekipa koja je tu, sve nekako u najboljem redu barem za sada. Idén a korlátozott anyagi feltételek miatt egy hét helyett 4 napig tart a program, a megszokott 120 fiatal táborozó helyett pedig 60-an vesznek részt a rendezvényen. Ono što mogu da zaključim prvi dan, da će biti lijepo i ugodno druženje, da ćemo nešto naučiti, da ćemo prenijeti znanje jednim drugima. Adjunk esélyt, ez az idei program mottója. Nagy kihívással állítanak bennünket ezek a témák a mindennapi életben. Fogyatékossággal élők, illetve a drog, illetve alkoholfüggőséggel élő emberek, illetve az ő behelyezésük újra a társadalomba. A 9. Tolerancia Tábor Szervezőbizottságának tiszteletbeli elnöke Alexander Vuli munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszter. Megnyitó beszédében a sokszínűség szépségéről és az elfogadás fontosságáról beszélt. Ovdje žive različite vere, različite nacije, ovdje žive ljudi sa potpuno različitom istorijom i jednom zajedničkom istorijom. Vole ovaj prostor, vole što žive ovdje, ovo je prostor u kome ima možda najviše različitih nacija u Evropi. A tárca vezető a perifériára szorult embercsoportokkal és a menekült áradattal kapcsolatban is emberiességre, toleranciára és segíteni akarásra szólított fel. A Kék Duna Alapítvány elnöke Egeresi Sándor megköszönte a köztársasági támogatást, ugyanakkor kiemelte, a tartomány idén először nem állt be a tolerancia tábor megszervezése mögé. Hozzátette, ha szerényebb keretek között is, de tovább viszik a békés együttélés üzenetét. A rossz indulatúak, a rossz akarók az persze azt várták, hogy ne legyen. Hát azoknak azt üzenem, hogy várjanak még ebben az óhajjal, mert ez nem fog megvalósulni, hiszen ennek a rendezvénynek hagyománya van. Ennek a rendezvénynek gyökerei vannak, nem csak itt Vajdaságban, nem csak Topolyán, hanem úgy érzem az Európai Unióban, illetve az Európai Duna régióban. A 7 országból érkezett fiatalok a következő napokban előadásokon, műhelymunkákon dolgozzák fel az idei témát, este pedig zenés programokon vehetnek részt.